nem tekinthetünk el attól a körülménytől, elvonatkoztatva akár magamtól és Temesvártól is, nem tekinthetünk el attól a körülménytől, hogy a bálványosi és később tusnátfürdői nyári szabadegyetem és diáktábor a romániai rendszerváltozásnak az egyik legszebb gyümölcse, és annak, mint egy egyenes folytatásaképpen jött létre abban a nagy eufóriában, amikor végre a berlini fallal együtt ledőltek az országhatárok, és íme Székelyföldre kellett eljönniük az azelőtt tilalmasan erdét járó magyar országi barátainknak, hogy ez az ötlet kipattanjon a fejükből, és elkezdődjön a magyar-magyar integráció keretében a nemzetpolitikai horderejű tusnádfürdői, bálványosi tusnádfürdői nyári szabadegyetem hagyományának a kialakulása. Azt gondolom, hogy a bálványosi folyamatnak és a tusnádfürdői nyári szabadegyetemnek és diáktábornak elválaszthatatlan velejárója kell, hogy legyen a rendszerváltozás szellemében való gondolkozás. Rendszerváltozásra van szükség egyfelől a kommunizmussal, az ateista kommunizmussal, a román-nacionál a román szemben, de legalább ennyire a nemzetpolitika terén is rendszerváltozásra van szükség, mert bennünket beszorítottak annak idején. Mert bennünket beszorítottak annak idején a kommunista internacionalizmus nivelláló öntőformáiba, és magyarságunkat suttogva valhattuk meg. Íme most természetes formát nyert Létünknek ez a dimenziója, sőt, immár európai tényezővé kezd válni azáltal, hogy egy olyan nemzetpolitikai szinten gondolkozó és nemzetpolitikai és európai szinten gondolkozó miniszterelnökünk van, akit okkal és joggal nevezünk a nemzet miniszterelnökének, aki a bálványosi gondolatot tovább továbbviszi áttételeken át, és ezáltal a, a mi 30, év, 30. kiadását megért táborunk nemzetpolitikai, sőt, európai tényezővé válik, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az Európai Unióba való belépésünk által a román-magyar párbeszéd és a nemzetpolitika mellett az európai nyitás is megtörtént. Én a legfontosabbnak a Kézen közön elsikkadó párbeszédet tartom. Az együttgondolkozást, az együttműködést, a határokon átnyúló együttműködést, a magyar-magyar és a román-magyar, meg a többi utódállamokbeli beli többségi nemzetekkel való együttműködést gyönyörűen alakul a közép-európai gondolat, a V4-ek közösségében a közép-európai régió, európai tényezővé nő, nőtte ki magát. Kelet-európát sem szabad hagynunk, hogy leszakadjon. A román-magyar kapcsolatok ezt a, az irányt erősítik, és magyar szempontból is nagyon fontos volna a párbeszéd és a plurális egység képviselete, hiszen mára már annyira Legyengült az ellenzék, és egy szánalmas liberális vergődésbe csapott át a létük, hogy egyszerűen a magyar-magyar párbeszédnek a létjogosultsága kérdőjeleződik meg, mert nincs partnerünk, mint ahogy román oldalról sincs partnerünk, sőt, a volt kisantant országaival is eléggé vérszegény a párbeszédünk, mert nem találunk partnert bennük. Itt ez esetben különösképpen a román oldalra gondolok, mert a v keretében másképp alakul a helyzet, az ígéretes és biztató. Nos, Tusnát fürdőt meg kell óvnunk az egyoldalusság és az egyneműség veszélyétől, legyen az egy, mi együttműködésünk magyar szinten is olyan, hogy az összes Magyarország és utódállamok beli pártok, szervezetek egyenrangú fórumaként éljen tovább, és egymást megtermékenyítve működjenek együtt az egyes pártok és szervezetek, de ugyanakkor vissza kell hozni tusznátfürdőre a román-magyar párbeszédet is. Egy, ne felejtsük el, volt olyan idő, amikor egyharmada a tábor, résztvevőinek erdélyi magyar volt, másik harmada, magyarországi magyar, harmadik harmada, román, romániai román, és ez a része is nagyon elsikkadt a tábornak, tehát ebbe az irányba kellene erősíteni, hogyha közös jövőt remélünk és azért cselekszünk.